Michael J. Sullivan, Ráiria, a kezdetek. Második könyv. A rózsa és tövise. 12. fejezet. Az őszi gála. Mi tart már ilyen sokáig, asszony? Mordult a király a hitvesére. A lányod haját kefélem. Amrat belépett a hálóba. Arista egy háromlábú széken ült, Anna hattyús tükre felé fordulva, miközben az anyja mögötte állt, és a válla fölött az üveget kémlelte. Mindketten úgy bámultak a tükörre, mint ha valami lenyűgöző csatát figyelnének egy ablakon keresztül. Mindkettő kifinomult báli ruhában pompázott. Anna hírhet ezüst sejem köntösét viselte. Amratnak nem lett volna szabad engedni neki azt a ruhát, túl sok vidát elveszített már a hitvesével, a köntös miatt. A finom sejem, amely tökéletesen és stratégiai pontossággal fette a testét, erősebbnek bizonyult, mint a páncél. A király az ajtófélfának dőlt, és vaskos karját összefűzte a mellén. A királyné felnézett. Hová sietünk? Szomjas vagyok. Vagy úgy? Ugye ma este nem fogod leinni magadat? De hát ez egy lakoma, nem? Akkor sem kell. Anna felsóhajtott. Azt csinálsz, amit akarsz. A király mogorva arcot vágott. Már alig várta, hogy kibontakozhasson, lerészegethesse Leóval, és ha sikerül, bevezethesse az új kancellárt a szeszes almabor csodálatos világába. Egyszer-egyszer mindenki bolondot csinálhatott magából, és látni akarta, ahogy a karót nyelt maranoni úriember a fenekére csücsül. De a tervei egyetlen sóhajja a füstbe mentek. Mi az? Kérdezte Anna. Semmi. Az arája még mindig olyan szép volt, mint egybekelésük napján, azaz megismerkedésüket követő napon. Szerencsével járt. Leo legalább jó előre megismerhette Belinda Lanaklint. A barátja tudta, mihez adja a beleegyezését. Amrát jövőjét azonban az apja, Erik, és Anna atya, Llewellyn írta meg. Vagy talán a vén Clovis volt, aki úgy döntött, az unokájának ideje férhez mennie, és előre meghatározta, kit kell szeretnie. Szeret engem egyáltalán? Amrat már számtalanszor feltette magának a kérdést az évek során, és sohasem tudta biztosan, miért nehéz elhinnie. Sok múlott azon, hogy a készfogót előre megrendezték. A hercegnő nem mondhatott nemet. Egy kilátástalan helyzetből mindenki úgy hozná ki a legjobbat, hogy boldogságot tettet, és reménykedik, hogy ez egy napon valóban eljön. Amikor az apja tudatta Amrattal, hogy megállapodott Clovis Ethelreddel az unokája annak kiházasításáról, a fiatal herceg legelőször azt kérdezte, hogyan fest a jövendőbelie. Hogyan fest? Az apja értetlenül sandított rá. Szép? Hát, az öreg úgy tűnt bajban van. Nehéz megmondani. Nem emlékszem. Nem emlékszel? Évekkel ezelőtt láttam utoljára, akkor még gyermek volt. Amrát szíve csak nem megállt, amikor az apja bevallotta mindezt. Emlékezett rá, hogy ott áll az apja előtt, lelki szemei előtt végigfut az összes ocsmány leányzó, akit valaha látott, és igen, azt is biztosra vette, hogy a szíve tényleg megállt, ha csak egy másodpercre is. Még azt sem mondták meg neki, hány éves a menyasszony. Clovis vénségesen vén volt, úgyhogy az unokája lehetett vagy 30 éves, vagy még annál is öregebb vén kisasszony. Amikor erre gondolt, Amrát fejében újabb képek kergették egymást. A patkány prémhajú banya, aki a kenyeret sütötte, meg az anyai nagynénje Margaret, akinek az arcán bibircsókok nőttek, amelyekből aztán sűrű szőr burjázott. Lehet, hogy egy szörnyetek, valami visszataszító, borszerű teremtmény. Az biztos, hogy ormánya nincsen. Nem tudhatod, honnan tudhatnád, sosem láttad, és az Ethelredek vére folyik benne. Marra, nem is lehet más, csak is ocsmány. Hogyan tehetted ezt velem? Semmit sem tettem veled. Az öreg király együttérző és bátorító hangja élessé és parancsolóvá vált. Megerősítettem a királyságot. Megmentettem neked azt a trónt a nagyteremben, hogy egy napon ráülhess. Hogy amikor így teszel, több legyen alattad, mint egy ronda kis szék. Ennek a Fridnek semmi köze hozzád, és semmi köze a menyasszonyodhoz. Az értéke a pénzben és a biztonságban rejlik. Ez az, ami számít. Nem a nyavajgásod, hogy valami csinos lányt szeretnél. Herceg vagy, és király leszel. Mindent megkapsz majd, amit a királyság csak adni tud. Hogyan lehetsz ennyire elkényeztetett? Könnyű azt mondani, nem neked kell majd a szörnyetekkel hálni.
Ha először jól csinálod, csak egyetlen egyszer kell hálnod vele, aztán 100 másik lányjal lemoshatod az emlékét, felsorakoztathatod őket az ajtód előtt. Amrat akkor rájött, hogy az apja igazat beszél. Tényleg király lesz, azt teszi, amit csak akar, és annyi nővel hál, amennyivel csak kíván. Akkor a felismerés megnyugtatta, de aztán az anyjára gondolt, és hogy ő maga is egyetlen gyermek. Az asszony ritkán mosolygott, és Amrat talán épp akkor jött rá, hogy miért. Az apja tanácsa már korán sem tűnt olyan bölcsnek. Rettegett a naptól, és azt latolgatta, hogy megszökik. Lóháton vágtázna a csillagfényes éjszakában, és a kardjával keresné a kenyerét. Hőssé lehetne. De nem menekült, és fura dolog történt. Attól a naptól, hogy megismerte Anna Ethelredet, attól a pillanattól, hogy a felesége lett, sohasem kellett neki más nő. Felfedezte, hogy minden más asszonyt aszerint ítél meg, mennyire hasonlít Annához. Csak hát egy sem kelhetett versenyre vele, és amikor azt figyelte, ahogy a hitvese a lányuk haját keféli, abban a csillámló ezüst köntösben, tudta, hogy ez sohasem lesz másként. Mi az? Kérdezte Anna. Semmit sem mondtam. Tudom, csak állsz ott és bámulsz. Mit gondolkodsz? Azon tűnődtem, vajon szeretsz-e? A nő belemosolygott a tükörbe, a két hattyú közötti varázslatos világba. Amrat álomszépnek képzelte azt a helyet, egy csodálatos országnak, ahová a bajok sohasem tették be a lábukat. Két gyönyörű gyermeket szültem neked. Anna megcsókolta Arista feje búbját. Azt királynői kötelességből tetted, de... Valóban? A kefe megállt Anna kezében, míg a másikkal Arista egy tincsét fogta és a férjére pillantott. Kötelességből? Te talán kötelességből tetted? Én nem, persze, hogy nem. A nő visszafordult a tükör felé és folytatta a munkát. Akkor miből gondolod, hogy én annak vettem? Úgy tűnt szenvedek? Most úgy látszik? Olyan szörnyű az arádnak lenni. Talán hívnod kellene az őrséget, hogy korbácsoljanak meg, nehogy abba hagyjam a lányom hajának fésülését. Arista felkacagott, és a tenyerébe rejtette az arcát. Amrat összevonta a szemöldökét. Megesküdtem volna, hogy legalább tucatnyi szolgánk van, akire rábízhatod Arista szépítgetését. Na látod, mi más bizonyítékra vágysz még? Azért csinálom ezt, mert én akarom. Mindez csak annyit bizonyít, hogy szereted a gyermekeidet. Igazából csak annyit bizonyít, hogy engem szeretsz, suttogta Arista. Anna lágyan megpaskolta a fejét, amitől a lány újra kuncogásba fogott. Csitte! Nem derül ki belőle, vajon engem szeretsz-e? Amrat szétnyitotta a karját, és megfogta Anna vállát, maga felé fordítva a feleségét. Szerezte engem? A nő dacosan kő arccal állt, és úgy tartotta a kefét maga elé, mint valami fegyvert. Apró termetű hajadonnak tűnt, aki óriás medvét akar elkergetni. Persze, máskülönben hogyan élhetnék egy ilyen szőrös behemóttal? A férfi nem eresztette el, a tekintete a nőjét kutatta, kérlelte. Végül az arája megenyhült. Hát van olyan nő, aki ne szeretne? Amrat felhúzta egyik szemöldökét. Csak azért, mert király vagyok? Nos, az sem utolsó dolog. Anna elvigyorodott és átkarolta a férje derekát, amilyen szorosan csak tudta. De úgy értettem, hogy nincs semmi vonzóbb, romantikusabb, csodálatosabb, mint egy férfi, aki ennyire nyilvánvalóan odáig van értem. Várjunk csak, kezdte a király, én még semmit sem vallottam be, te vagy az, aki... A királyné hátrahajtotta a fejét, úgyhogy az álla a férfi mellkasán nyugodott, és felnézett a szemébe, miközben a karjával egyre szorosabban fogta. Tudod, el lehetne veszni a szemedben, bókolt neki Emrat. Tényleg? Pedig azt hittem, nem is szeretsz. Nos, talán mégis. Talán? Az attól függ. Mitől? Hogy készen állsz el menni végre, még nem felejtetted el a gálát, ugye? Van ez az új kancellárunk, akit kineveztem, mert ragaszkodtál hozzá, hogy találjak valami hivatalt Claire férjének. Nem ezért tetted. Részben ezért. Annak ellenére, hogy egy nagy medve vagy, eléggé elpuhultál. Anna megpaskolta a király hasát. Közeleg a tél, felhízolom magam a hideg időszakra. Anna gunyorosan mosolygott, aztán az öltöző asztalra tette a kefét. Gyere, Arista, édesapád dicsekedni akar velünk a barátai előtt. Szeretem, ha irigykednek, felelte a király. Hol van Arrik? Mauvinnal és Fanennel. Sohasem láttam még ennyire izgatottnak egy lakoma előtt.
Lehet, hogy találkoznak valakivel, vagy talán megtetszett neki Lenára. Fúj! Arista fancsali képet vágott. Lenára nagyon mutatós fiatal hölgy lett, dorgálta Anna. Igazán tiszteletre méltó. Jól tennéd, ha követnéd a példáját. Arista a szemét forgatta. Arista! Amint Amrat rámordult, felismerte magában az apja hangját, a parancsoló hangot, és összeszorult a gyomra. Sajnálom, szabadkozott a lány. A bocsánatkérés őszintének tűnt, de nem gyengének, nem sértetnek. A lányának volt gerince. Talán meghajlik az akarata előtt, de megtörni nem lehet. Kemény teremtés, ebben az apjára ütött. Okos is, az meg Annától örökölte. Amrat sajnálta, hogy lánynak született. A zenészek a megszokott rendszerint a sólyom röptét játszották, amikor Amrat és Anna lelépdeltek a lépcsőn. Mindenki felemelte a fejét, és arra felé fordult, hogy láthassa a királyi pár belépőjét. Senki sem szólt, és még az idősek sem ültek le, miközben az uralkodó és hitvese leereszkedett közéjük. Akár egy duda és dobzenekar a csatamezőn, a zenészek állva játszottak. Amrát majd meghalt egy italért. Nem csak, hogy meg kellett várnia, míg a legutolsó vendég is megérkezik, de ráadásul olyan csigalassúsággal kellett lecsusszannia a lépcsőn, mint ahogy az évszakok követik egymást. Időzítenie kellett a lépéseit, hogy a himnusz éppen a leérkezésükkel érjen véget. Az egész csak színház volt, de a nép elvárta tőle. Hozzátartozott a hivatalához, a királyi trónhoz, és emlékeztette magát, hogy ez még mindig a könnyebb feladatok egyike. Csak a télvíz ünnep számított jelesebb alkalomnak, mint az őszi gála, de Amrat mindig úgy érezte, a télvíz ünneplése erőltetett, csak arra szolgál, hogy elvonja az emberek figyelmét az év leghosszabb, gyakran leghidegebb éjszakájáról. A szüreti mulatság azonban más volt, egy őszintén boldog alkalom, már amennyiben jól sikerült a szület. Semmi sem lehetett rosszabb, mint vidámságot tetetni azután, hogy egy korai fagy vagy a szakadó eső elpusztította a közelgő térre szánt élelmiszert. Szerencsére idén egyiken sem kellett aggódnia, hisz a szüret bőséges áldással zárult. Felesleget halmoztak fel, és Anna húga és Wainwright kancellár kellemetlen halálától eltekintve a jövő ünneplésre méltónak látszott. A bál szervezői ebben az évben kitettek magukért. A király sohasem látott még ennyi tök lámpást. Bizonyosan felvásárolták a város összes gyertyáját. Az iparos negyed ezen az éjszakán sötétségbe burkolódzik, de boldogan szunnyad majd. Legalábbis a gyertyaöntők mindenképpen mosolyognak álmukban, nem is beszélve a tökföldek gazdáiról. Kuncogott magában, és a fejét rázta a sok széna és szalma bála láttán. Csak is a kiváltságosoknak juthat eszébe csűrré varázsolni a várat. Már most több bála megbomlott, és törékeny szalma és száraz lóhere paplanja takarta a padlót. Hetekig fognak takarítani utána. Sörös hordók és édességes tálcák álltak minden teremben, és ezeket kis hordókban almabor kísérte. A dézsák oldalán merőkanalak lógtak, és almaszeletek lebegtek a nedűben, amelyek különösen kívánatos zsákmánynak számítanak majd az est vége felé, amikor már magukba szívták az erjesztett almalevet. Hulló levelek színét utánzó zászlócskák lógtak a gerendákról, és tekeregtek a lépcsőkorlátokon. Igazi falevelek is hevertek a padlón szétszórva, a fogadóterem közepén felállított halomból származtak, amelybe a fiatalabb vendégek ugráltak fejest. Amikor a király végre leérkezett a lépcsőn, a zene elhallgatott, és mindenki féltéltre ereszkedett. Üdvözöllek bennetek egy szerény hajlékomban, barátaim! Zengett és visszhangzott Amrat hangja a falakról. Kérlek, álljatok fel! Elhallgatott, ahogy a terem megtelt a mocorgás morajával. Ma éjszaka megünnepeljük a bőséget, amellyel Maribor és Nobron igazán bőkezően megáldott bennünket ez évben. Minden tartományunkból felesleget jelentettek, és nem csak a mezőkről, ugyanis az év az erdőknek is kedvezett, és bőséges a vad. A jövendő tél boldog és biztonságos időszak lesz, de örömünk még nagyobb ma, mint általában, hiszen új kancellárunk kinevezését is ünnepeljük. Svendi grófjának a fiát, aki Friedre kelt, hitvesem nemrégiben elhunyt húgával, miáltal negyedföld hercege lett, ugyanazt a férfit, aki 3 évvel ezelőtt kitüntette magát
elnyerve az ezüst pajzsot és az aranybabért, nem beszélve a télvízi lovagi nagy torna fődíjáról az udvarhelyi játékokon. Egy férfit, aki az arám szerint a valinok nyelvével, a pikeringek ügyességével és az exeterek vakmerő elszántságával egyaránt bír. A tömeg nevetéssel jutalmazta a tréfát. A király egy pohár borért küldetett, és végignézett az egybegyűlteken. Hol bujkál az én sógorom? Mindenki a fejét forgatta. Itt, felség! Amrat észrevette az új kancellár kezét a fejek tengerében, és azok, akik eddig nem ismerték fel, most feléje fordultak. Amrat felemelte a poharát. Azok a vendégek, akiknek kezében ital volt, követték a példáját. Az új főkancellárra, ő excellenciája Percy Bragára. Percy Bragára, visszhangozta a terem. A tömeg kocintott, ivott és tapsolt. A zenészek újra dalba fogtak, és a király Annával a karján átkelt a termen. Mindig olyan, akár átkelni egy folyón, gondolta. Mindenki a figyelmét kereste, hogy egy szót szólhasson hozzá. Ez rendszerint hízelgéssel kezdődött, és valami kéréssel végződött. Szerencsére a gála helyi mulatságnak számított. Tudomása szerint csak melengári nemesek vettek részt rajta. Gyenge vigasz volt ez, hisz ugyanolyan bosszantók voltak, mint a többiek, de legalább imperialista szónoklatokat nem kellett elviselnie. Ha még egy vitát végig kellett volna ülnie arról, szükséges-e a központi irányítás, vagy hogy milyen szégyent hoznak Nomron nevére a melengárhoz hasonló királyságok, bizonyosan megfojt valakit. Ez volt az esemény egyik nagy előnye, itt senki sem viselt kardot. A fegyvertelenekkel teli teremben nem csak királynak számított, itt ő volt a medve. Amrat és Anna csatlakoztak Leóhoz a kandalló mellett. Pickering gróf egy asztalon ült, kinyújtott lábbal, és csizmáját egy közeli almaboros hordón nyugtatta. A foga között hosszú szárú agyagpipát szorított, abból pöfékelt. Érezd magad otthon, dörögte játékosan Amrat, és elhessegette Pickering csizmáját. Már úgy érzem, medve. Hol van Belinda? Azt hittem, ő is itt lesz. Leó talpra ugrott, úgy válaszolt a királynénak. Lenárével elutaztak Gloustonba az anyósomhoz, gyengélkedik szegény. Arckifejezése azt jelezte, többről van szó, mint egyszerű megfázásról. Kiáltozás hangzott fel a hátuk mögött. A pajzs Korniké volt, mondta éppen Vörös Konrád, Heftjernek. Hangosan, egyre hangosabban beszélt. Ár megint, fújt a király. A két szomszéd, nyugatgyepű grófja és hosszú íj grófja egy almaboros hordó két oldaláról néztek farkasztemet. Mindketten a 40-es éveikben jártak, és a deres szakálló vénkakasok kicsípték magukat az alkalomra. Mindketten szép zekét vettek, és kifésült hajuk egyikükhöz sem illett. Ezek az emberek úgy érezték jól magukat, ha a puszta földön ültek, miközben mezítelen lábukat vadászkutyáik hátán nyugtatják. Amrat úgy képzelte, a feleségüknek is volt egy-két szava ahhoz, hogyan kell megjelenni az udvarban. Hingeje volt, felelte Heftjár, hosszú íj grófja. Konrádéhoz igazította a hangját, és az almabor lötyögött a kupájában, mert abba az emberfajtába tartozott, akik nem tudtak anélkül beszélni, hogy közben ne gesztikuláljanak. Hegyár rajta, makacskodott Konrád, miközben kikanalazott egy kupa almabort, azon ügyeskedve, hogy kimerjen egy szelet almát is. Senki sem tudja, mi van rajta. Nyisd fel a sírt, és meglátod. Konrád elkapta az almát, és elvigyorodott. Senki sem fogja kiásni az ősöm szent sírját. Szent sírját? Csak korhat csontok vannak benne. Meg egy pajzs. Egy pajzs rajta hegyvonulattal, Vörös Kornék pajzsa. Csak attól, hogy ezt hajtogatod, még nem igaz. Egyébként is a hegy nem szerepelt a családod címerén. Meddig is? Heft Amratra pillantott. Ugye ti ketten nem gondoljátok komolyan, hogy már megint erről vitáztok? Kérdezte a király. A 8. kupánál járnak, vetette közbe Leó. Mit vártál? Már a 8. Korán érkeztek. Amrat felsóhajtott. Nem azért, mert a két grófja már jócskán a hordó fenekére nézett, hanem mert amíg ő készülődő feleségére várt, komolyan alul maradt a kupák versenyében. Találjátok valami mást, amiről vitázhattok, ha másért nem, hát, hogy legyen egy kis változatosság benne, ha már úgyis kénytelenek vagyunk végighallgatni. Mondjuk a szalagfolyót? Heft ránézett, és gondosan letörölte a nyálat zekéje ujjáról, mint akinek otthon megmondták, nehogy leegye az öltözékét. Mivé lettünk? Amrat érezte, hogy megint erőt vesz rajta a régi rossz kedv. Férfiak voltunk,
Most meg a nők öltözhető babái vagyunk. Mi van a folyóval? Érdeklődött Heft. Az évszázadok során medret váltott. Az egyik őtök földet nyert, míg a másiktok földet veszített. Ennek sokkal több értelme van, mint ennek az ősrégi vitának. Az csak föld, mondta Konrád. Itt az atyáim becsületéről van szó. Nem Vörös Kornik vallott kudarcot a satában, hanem Hingle jel. Minden legenda leszögezi, hogy a vöröshegyes pajzsot elűzték a csatáról, jelentette ki Heft. Menj el a Drondil mezőre, ellenkezett Konrád. Nézd meg a festményt a kiváltságlevél mellett. Hinge jelle van rajta, és Kornik pajzsát tartja a kezében. Kornik kölcsönadta neki, amikor Hingéjé eltörött. Ha nem lennél olyan átkozott túlmakacs, és beismernéd, hogy az egész családod évszázadok óta gyávák gyülekezete, majd felnyittatnád az átkozott sírt, ősapáim végre nyugalomra találhatnának. Részeg vagy, közölte vele Heft, és Amratnak mosolyognia kellett, ugyanis Heft alig állt a lábán. Hinge fegyvere a kalapács volt, csapott Konrád a tenyerével a kalapács alakú hímzésre, jel mostanra reménytelenül összepecsételt zekéjén. A kelleténél erősebben ütötte meg. 8 kupa almabor ilyen hatást váltott ki belőle. Jel visszarögte Konrádot, és nem látta, amit mindenki más, aki nem ivott meg 8 kupával, hogy vita partnere túl ittas ahhoz, hogy jól ítélje meg a távolságokat, és hogy nem rossz indulatból paskolta meg őt. Jer rosszul időzítette a taszítást, és Konrád kilendült az egyensúlyából. Hátratántorodott, a sarka beleakadt a hordóba, és a hátsójára huppant, közben elveszítve a teljes kupa almabort és a mindennél jobban vágyott almaszeletet. Erre a teremben mindenki nevetésben tört ki, kivéve Konrádot. Vörös Konrád mindig is forró vérűnek számított, ahogy minden vörös ő előtte, és sohasem kellett neki ital ahhoz, hogy megsértődjön, ha megszégyenítették. Amikor felállt, már a kezében volt a tőre. Bár a kardokat tiltották a házi szabályok, a tőröket pusztán díszítő célzattal kötötték az urak. Konrád másképp gondolta, üveges szemével próbált Heffli erre összpontosítani. Amrat hallotta, hogy Anna felsikkant. Ezzel betelt a pohár. A király a két kakaskodó közé lépett. Olyan volt akár egy hegy, és Konrád nem juthatott át Heffhez, még csak nem is láthatta ellenfelét. A király jókora keze megragadta a fegyveres csuklóját. Ez itt egy bál, Konrád! Amrat hangja halkan, de mélyen, figyelmeztetően mordult. Konrád mozgásképtelen kezére pillantott, aztán fel a szakállas arcra, egy pillanatra tétovázott. Végül ködös tekintettel bólintott, mintha csak akkor eszmélne. Tartsd rajtuk a szemed, suttogta a király Leónak, miközben figyelte, ahogy Konrád nagy nehézségek árán visszavarázsolja a tőrét a hüvelyébe. Rajtuk tartom, de nem tudok olyan hatásosan morogni, mint te, és nincs nálam a kardom. Amrát érezte, hogy egy kis tenyér csusszan az övébe. Anna kellemesen megszorította a kezét. A szorítás azt üzente, köszönöm. A király megszemlélte a tömeget. Nem ártott, hogy egy fejjel fölébük magasodik. A vendégek kis és szétszóródtak a köszöntője óta, beáradtak a lakomacsarnokba, a bálterembe, még a trónterembe is. Fehér kesztyűs inasok verekedték át magukat a tolongásban a fejük fölé tartott ezüsttárcákkal. Percy Braga egy sarokban Lord Valinnal és Sir Ectonnal beszélgetett. Úgy hiszem, Percy még a tiszteletére rendezett összejövetelen is dolgozik, súgta oda Amrát a feleségének. Az jó, nem? Látszik rajta, hogy elkötelezett. Vagy becsvágyó. Akár csak Simon, jegyezte meg Anna. Simon egy ökör, de okos, okosabb, mint én. Percy is az. Tudom, és éppen ez aggaszt, lángeszek vesznek körül. Ebbe a körbe én is beletartozom? Különösen te? Tettet egy gyanakvással szemlélt a hitvesét, aztán megszorította a kezét. Te vagy mindközül a legveszélyesebb. Körülnézett a termen, de nem látta a fiát, Árikot. Arista azonban a kandellónál ült, egyedül, egy könyvvel. Akár csak Claire, tennem kell valamit. Felség? Amrát megfordult, Száldúr püspök szaladt feléje fekete és vörös talárjában. Hónapok óta nem látta a vén papot, de az öreg soha semmit sem változott. Amrát megesküdött volna, hogy szakasztott ugyanúgy nézett ki, mint amikor a király még kisfiú volt, csak alacsonyabb lett. A püspök megöregedett, aztán nem változott tovább. Így volt ez az öregekkel.
A gyermekek gyorsan értek, aztán rövid ideig csak lebegtek abban a tökéletesen érett fiatalkorban. Nem sokkal később azonban beköszöntött a korosodás átka, akár egy betegség. A hajuk vonala hátrébb tolódott, megjelentek a kopasz foltok, a sötét haj őszre váltott, és a bőr megereszkedett, de egy ponton túl már nem maradt más, ami elkophatott volna. Száuli, hogy vagy? Milyen volt az Erbanoni út? Él még a pátriárka? Köszönöm kérdéseidet. Összentsége jól van, ám a kocsi utat kimerítőnek találtam. Éppen 2 napja tértem vissza. Végig rohanvást jöttem. Nem akartam csalódást okozni az új kancellárunknak. Miről folyt a vita, amikor ez a két... Megbiccentette a fejét, és Konrád felé intett. Leo már karon fogta a berúgott nemest, és kifelé kísérgette az almabornál is finomabb italok ígéretével. Semmi, csak túl sokat ünnepeltek, és túl keveset ettek. Száldúr hátra nézett a válla fölött. Megint a pajzs? Amrát elmosolyodott. Nem lenne igazi gála, ha nincsen legalább egy összetűzés. Az ilyesfajta összetűzés azonban a polgárháború szikráját robbanthatja ki. A jelház és a vörösház már 500 éve szikráznak, ezen nem fogok aggódni. Száldúr kisimította a ráncokat ingóján. Felség, 4 szemközt szeretnék beszélni veled. Valami baj van? Az öreg püspök a suttogásig halkította a hangját. Attól tartok, rólad van szó és a családodról. A családomról? Mi van velük? Talán jobb, ha az emeleti kápolnában folytatjuk a társalgást, ahol szabadabban beszélhetek. Úgy szólsz, mintha ellenségek között lennénk. A püspök egészen közel hajolt, és suttogva azt mondta. Ha igazam van, bizonyosan azok között vagyunk, és királyi vérre szomjaznak. Amrát mindig kényelmetlenül érezte magát Száldúr püspök társaságában, a legtöbb hívővel így volt. A király apja és anyja a Nefronita egyház hithű tagjaiként éltek. Mivel Amrát nyugtalan kapcsolatot ápolt a szüleivel, nem volt nehéz megérteni, miért csak ünnepnapokon, esküvők és temetések alkalmával tette be a lábát a Maras székes egyházba. Az ünnepnapokat is szívesen kihagyta volna, csak hát az állam első embereként kötelező volt részt vennie rajtuk. Az egyházzal szemben elutasítása nem csak a szülői viszályból eredt, nem bízott az egyházfigban. Túl sokat mosolyogtak, sietve bókoltak, és biztosították a támogatásukról, de a széthúzott ajkak és kedves szavak mögött ítélkezés bújt meg. Soha senki nem volt elég jó nekik, legalábbis senki olyan, aki élt. Ha már meghalt az illető, akkor persze azt hirdették, példaértékű életet élt. Száldor úgy nézett ki, mint akinek már halottnak kellene lennie. Milyen öreg is! Ez szintén nyugtalanította az egyház tagjaival kapcsolatban. Megöregedtek. A legtöbb ember nem élt elég ideig ahhoz, hogy megőszüljön, de Száldor úgy festett, akár egy hófött tehetcsúcs. Amrát nem tartotta természetesnek, hogy a püspökök és a papok évtizedről évtizedre tovább élnek. Amrát apja és anyja már régen eltűnt, de Száldor még mindig a kápolnába hívta vallási leckékre. Nem létezett rosszabb hely egy püspökkel folytatott beszélgetésre, mint az egyházfi saját temploma vagy a várkápolna, főként egy olyan püspök esetében, aki kisfiúként okította. Hosszú órákat töltöttek el a teremben Novron misztériumait kutatva, amelyek Amrát előtt sohasem nyilvánultak meg teljesen. Gyermekként egész sor kételyt gyűjtött össze a különböző egyházi doktrinákkal szemben, de már nem sokra emlékezett belőlük. Nem aggasztották többé a kérdések, amikor már nem kellett tovább elszenvednie a leckéket. Ha Maribor létezett, miként lehetett, hogy soha senki sem látta? Állítólag még annak idején többen találkoztak vele, legalábbis egy bizonyos nő, elég sokat, mert életet adott a gyermekének, Novronnak. És mi lett Novronnal? A tanítások még mindig kissé elnagyoltan mutatták be az életét. Meghalt. És ha meg tudott halni, miért imádkoztak hozzá az emberek? Amrat sohasem imádkozott a saját halott apjához. Persze az apja testi valójában sem mozdította a kis ujját se, hogy megsegítse a fiát, nem hogy holtában. Az öreg király úgy érezte, sokkal hasznosabb a fiának megtanulni, miként lehet egy ember fejét lecsapni, mint hogy bemagolja Novron 7 próbáját. A mai napig, amikor csak megpillantotta Saulit, Amrat úgy érezte magát, mint egy kisfiú, aki elmulasztotta a kötelességeit. A kápolnába belépve eltökélte, hogy nem bújik újra gyermekkori bőrébe. Most már király, és ha kell, tűzzel-vassal gondoskodik róla, hogy a püspök tiszteletben tartsa a tényt. Amint az ajtó bezárult, parancsoló hangon azt kérdezte.
Szóval miről van szó? Dörgő hangja visszaverődött a falakról. A megfélemlítés kulcsszerepet játszott minden audenciáján, de elképzelni sem tudta, hogyan lehet egy országot kormányozni nélküle. Egy ideje tépelődön beszéljek-e róla, kezdte a püspök, és úgy tette össze a kezét, mintha imára készülne. Egy csepet sem tűnt megilletődöttnek. Ám a lelkiismeretem nem hagyja, hogy tovább várjak vele. A baj csak az, hogy nincsen kézzel fogható bizonyítékom, és mégis, ha bármi történne, és én mégsem szóltam, hát... Körmondatokban fogalmazott. Ez régen is jellemezte, amikor Amrat még gyermek volt. Egyszerű kérdéseire sohasem kapott egyszerű választ. Miről beszélsz? Ne feledd, könnyen meg lehet, hogy tévedek. A mondandóm legnagyobb része puszta feltételezés. Mégis miről van szó? Bögd már ki! Száldor bólogatni kezdett. Öreg feje úgy ugrált fel alá, mintha a nyaka nem tartaná rendesen. Talán nem is. Az előregedett izmok talán már csak annyira működnek, mint a hold zsinegek holnának. Okom van azt feltételezni, hogy Lord Exeter adott esetben azt tervezi, nos, másképp nem tudom mondani, mint hogy kimondom, át akarja venni a királyság irányítását. Amratnak meg kellett volna döbbennie, és meg is döbbent volna, ha a püspök Leót vádolja meg, vagy akár a viszálykodó Konrádot és Heffet, de Simonra mutogatott, és egy nap sem telt el anélkül, hogy valaki ne vádolta volna a főispánt árulással. Ám a püspök a királyi családra leselkedő veszélyt említett, és most csak ez érdekelte. Simon sok minden, de nem áruló, imádja a királyságot. Kegyetlen kurafi, de azt akarod velem elitetni, hogy akár királygyilkossághoz is folyamodna? Pontosan erről beszélek. Az országhoz való vakhűsége miatt érzi kötelességének, hogy átvegye a helyedet a trónon, hogy megmentse Melengárt a pusztulástól. Szauli barátságos mosolyt villantott rá, de Amratot nem lehetett megvezetni. Senki sem vádolhatta mosolyogva a király hűséges márkiát. Attól tartok, nem győztél meg. Miből gondolod, hogy mesterkedik valamiben? Nem hiszem, hogy Vén Vaj kancellár halála baleset volt. Meg vagyok győződve róla, hogy Lord Exeter ölette meg. Azt remélte, hogy megszerezheti a kancellári hivatalt, és aztán te meg Arik hasonló sorsra juttok. Percy Braga kinevezésével azonban gyorsan kellett cselekednie, mielőtt még az új kancellárunk olyan királyhűséget alakít ki, amely veszélyezteti Exeter trónlelépését. Nem kérdéses, hogy a téged és Árikot sírba fektetnek, ő uralkodna Melengárban. Ez a vád, hogy Simon nem kedvel engem, vagy ahogy a királyságot vezetem, és te erről most hallasz először, püspök. Szándékosan használta a címét, és nem a nevét. Meg akarta értetni az öreggel, hogy egy királlyal beszél, nem egy régi tanítványával. Szállór csalódottnak tűnt, de lerázta magáról, és a következő szavaiban szilárd bizonyosság csengett. Tudatában vagy, hogy Exeter vette el Barnes várőr életét? Senkinek az életét nem vették el. A fickó lezuhant a toronyból, miközben valami Lawrence kapitányt érintő összejövetelről nyomasztok. De azt tudtad, hogy Exeter kényszerítette Barnes-t arra, hogy kimásszon azon az ablakon? És ezt mivel magyarázod, hogy a főispán minden létező emberével kerestett egy lányt, aki egy szekrényben rejtőzött a magas toronyban? Nem lehetséges, hogy a lány szemtanúja volt annak, hogy Lord Exeter merényletet tervez ellened? Komolyan erre a következtetésre jutottál, hogy valami örömlány, akit az őrök becsempésztek Lawrence születésnapjára, fenyegetést jelentett rám, mert megszökött. Nem lehet, hogy Simon egyszerűen azért keresteti a lányt, mert ad egy, ez a munkája, és ad kettő, mindenütt összeesküvést sejt? Mindig is ilyen volt. Ami Barnes-t illeti, Lawrence jelentése említi, hogy Exeter parancsára mászott ki. Csak valami feltevést akart bizonyítani. Túlzásba esett? Bizonyosan. De hát Simon Exeterről van szó. Van bármi konkrét bizonyítékot, hogy az életemre tör? Bármilyen bizonyíték? Én csak tájékoztatni akartalak a lehetőségről, néhány igen gyanús esemény tükrében. Biztos vagyok benne, hogy a szemedben becstelennek tűnik az ügybuzgó Simon, de hadd vegyem el az ártatlanságodat, püspök. Simon Exeter sokkal rosszabb dolgokat is művelt már, mint hogy kihajít egy katonát a várablakon, és én meglepő módon még mindig a trónomon ülök. Az elején figyelmeztettelek rá, hogy csupán feltevéseim vannak, csak a javadat akarom. Száldor érezte, hogy túllépett egy határt, és most visszakozott. Ha Simon állt volna ott, és a püspököt vádolja összeesküvéssel, ő nem vonná így vissza, amit mondott. De persze, Simon nem is vádaskodott volna bizonyíték nélkül. Alá tudná támasztani a szavait. Simon az acéltörvénye szerint élt,
míg Száld úrnak a reverenda parancsolt. És a lelkiismeretem az diktálta, hogy felnyissam a szemedet a lehetőségekre, sohasem bocsátanám meg magamnak, ha bármi történne, miközben én hallgatok. Csak annyit kérek, hogy tartsd a szemed Simon Exeteren. Amrat az ajtó felé tekintett, ahonnan lépések és hangok közeledtek. A csizmák hangjából ítélve őrök. Kopogás hallatszott. Felség! Beléphetsz! Richard Hefred és az egyik embere nyitott ajtót, majd meghajoltak. Nagy uram, Pickering gróf sürgősen hívat a nagy terembe. Miről van szó? Nyugodt gyepű és hosszú éj grófjai megint egymásnak estek.